Na üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban szeretnék beszélni egy kicsit erről a Lionel Szabadul című sorozatról. Ugye már egy jó pár napja nem láttatok részt, ugyanis kijöttek a Team of the Year kártyák, és elég sokat ezzel foglalatoskodtam. Ugyanis ugye összeraktam egy olyan keretet, ami igencsak sok coinsba került. Számszerűen olyan 10 és 12 millió környékén volt ez a csapat. Na már most, a probléma ott kezdődött, hogy én vettem fel videókat ezzel a csapattal, de olyan minősíthetetlenül szarul ment a játék, hogy folyamatosan szétrédzseltem az életem, és egyszerűen nem akartam úgy feltölteni a videót, hogy megint szarráordítom az egész játékot. Lehet, hogy ez valakinek jó, de igazából már nem ezt a műfajt képviselem, hogy most akkor üvöltsük szarrá magunkat egész videó alatt. És hát igen, eléggé felidegesített a dolog. Ugye ez egy olyan csapat volt, amelyben a kapuban ugye Dehea volt, a hátvédsor az azt hiszem úgy nézett ki, hogy Kompany, Mangala, Zabaleta, valamint egy second in form Clichy. Ugye ez a 4-2-2-2-ös felállás volt őszintén. Aztán ugye a két KVK-m az Yaya Touré volt, valamint egy IF Pogba. Na már most itt már is következett az a szörnyű dolog, hogy sajnálatos módon Yaya Touré-nak és Pogbának mindkettőnek hatos kemisztrie volt, és egyszerűen hiába passzoltam velük, soha nem oda ment a dolog, ahova kellett volna. Na már most, a két KTK helyén, ugye az egyiken Agüero, a másikon pedig egy second in form Griezmann volt található. A csatársor pedig úgy nézett ki, hogy Bale, valamint ugye Messi. Na de, ugye lejátszottam egy csomó mérkőzést, és azt vettem észre, hogy egyszerűen nem tudok játszani ezzel a csapattal. Soha nem oda mentek a passzok, ahogy kellett volna, a befejezésekkel nem volt hiba, stb. Stb. Majd én ezt a csapatot egy kicsit átalakítottam, és sikerült beszereznem egy Team of the Year-es David Luiz-t, valamint egy Team of the Year-es Thiago Silva-t, viszont a szponzor megkért engem, hogy nyissak körülbelül 10 millió értékben csomagokat az ő YouTube-os felhasználójukra, tehát kaptam tőlük közel 10 millió zsetont. Jó, rendben, nyitogattam a csomagokat. Még van olyan videó, azt hiszem kettő vagy talán három videó, ami még nincs feltöltve a szponzor oldalára. Egyébként, hogyha nem tudnátok, akkor itt a leírásban megtaláljátok az őnekik a YouTube-os oldalukat, ahol megtaláljátok ezeket a videókat, ezeket a pack openingeket. És a legfontosabb dolog, hogy 10 millió zsetonból konkrétan semmit nem nyitottam. Tehát informok jöttek, így úgy amúgy, olyan játékosok jöttek, akiknek sajnos le van most nagyon esve az áruk. Tehát nem maradt zsetonom. És akkor arra gondoltam, hogy egy kicsit átvarjálom ezt a Lionel Messi-s projekt dolgot, és arra az elhatározást jutottam, hogy megvárom azt a pillanatot, amikor visszamennek a játékosok árai, és akkor Agüero-t, Steve Griezmann-t és stb. 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 Azt el fogom adni, és utána tudom folytatni a Messi projektet, ugyanis a Messi projektben is volt egy olyan probléma, hogy sajnos 50 ezer alatti játékost tettem be kettő posztra, és ezért eléggé megköveztek a nézők, azaz ti megköveztetek, hogy elbasztam, tehát nem tartottam be a szabályokat, és ezért néztem olyan játékosokat, akik 50 ezer feletti értékűek, tehát ugye ott kezdődött az egész, hogy Dehát raktam kapuban, na hát mivel elcserélődött itt az egész dolog, ezért ugye Sirigura váltottam, valamint a KTK helyére beraktam ugye egy Benzemát, aki 50 ezer, hopp, most elnyomtam, 50 ezer zseton felett ment, amikor én megvásároltam, most ugye már ilyen 10 ezer zseton környékén kapható. És a másik dolog, hogy ugye most nekem a KVK pozíció üres lett, tehát alapból nem is tudom folytatni sehogy sem a sorozatot. Tehát ide mindenképpen ugye egy 50 ezer feletti játékosnak kell kerülnie, ugyanis Ramirez volt itt található. És azt találtam ki, hogy mivel ugye az új csapatot össze akarom tenni, és azzal is egy sorozatot csinálni, így hát összeötvözöm a két darab sorozatot, és akkor úgy lesz megoldva, hogy ide majd venni fogok egy Team of the Year-es Kroos kártyát,
És akkor folytatni fogom a sorozatot, és akkor a másik CD-emet, a csatárokat, stb. Le kell cserélnem. Na már most azt elmondanám, hogy a Messi projektnek akkor lesz vége, hogyha a teljes keret megszületett. Tehát, hogyha minden egyes játékot beraktam a keretbe, amit én kinéztem. Na hát ehhez még rendkívül sok epizódot le kell játszanom, ugyanis mind Ronaldo-t ő Team of the Year-ben, mind Messi Team of the Year-ben, mind ő Di Maria Team of the Year-ben, és azt hiszem, hogy ennyi, akit meg szeretnék vásárolni a csapatba, viszont most jelenleg nincsen egy gramnyi zsetonom se, tehát azt hiszem 1000 zsetonom van talán, úgyhogy mindenképpen várakoznotok kell ezzel a sorozatos dologgal kapcsolatban, tehát ezzel a sorozattal kapcsolatban. De megígérhetem, hogy amint jönni fog a zseton, meg megveszem a zseton, tehát lejjebb mennek az árak, akkor mindenképpen folytatni fogom ezt a sorozatot, ugyanis iszonyat mennyiségű like jött, és iszonyat mennyiségű megtekintés, ezt nagyon szépen köszönöm még egyszer. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien érdeklődtök ez iránt a sorozat után, és mindenképpen folytatni fogom. 100K-s pakkokat is kinyitottam, tegnap ugye 8 darabot, és azért jöttek olyan játékosok, akiket el tudok adni, tehát közel 1-2 millió azért be fog folyni a kasszába, de meg kell várnom, amíg visszamennek a játékosoknak az árai. Úgyhogy fogalmam nincs, hogy ez most 1 hét, 2 hét lesz, vagy mennyi idő lesz, viszont egy olyan dolog is van, ami miatt nem szeretném most az Ultimate Team-et folytatni, hogy nekem lesz egy ilyen versenyszerűség, amiről majd később kaptok egy kis beszámolót, és ezen részt fogok venni, és arra fogok gyakorolni. Most ugye már 2 napja elkezdtem ezt a felkészülést, és aztán majd meglátjuk. Egyébként az egész rendezvényes dologról fog videó készülni, tehát az egész nap fel lesz véve, és az elvileg fel lesz töltve a YouTube csatornámra, meg különböző oldalakra is. Na de mindegy, erre nem szeretnék többet elárulni, ugyanis még nem hivatalos a dolog. Úgyhogy ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. És én Krisztián voltam, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót is. Sziasztok!